mi ez a sztori, amiről beszélgettél a Rékával? Hát ez egy... Igen, ez egy nagyon-nagyon fájó pont az életemben, ugyanis én nagyon sokáig beszerettem volna kerülni a Schober családba. Ezt úgy terveztem, hogy Rékának, az unokatestvérét, talán unokahúgát, Rellát hódítom meg, mert Rella nekem amúgy is nagyon tetszett, tehát félre minden Schobert és Rubint és mindennel, Rella úgy, ahogy van önmagában, nekem ő a tökéletes lány. Én őt szerettem volna elcsábítani, de hát egy focista megelőzött, és hát nagyon messze kerültem tőle, sajnos, úgyhogy ez egy ilyen örök bánat számomra, amit a mai napig nem tudok feldolgozni, pedig nagyon próbálkoztam. De azért, amikor meglátom őket együtt, hát azért ez nehéz, és hát bemenekültem a mosdóba is, és azért ott pityeregtem, el kell, hogy mondjam az őszintét, tehát rendesen sírtam emiatt, de hát erősnek kell lennem. És mivel én egy igazi férfi vagyok, ezért bízok magamban, hogy ezt fel tudom dolgozni, és ezen túl tudok lépni. És egyébként ő tudja, hogy te hogy érzel iránta? Rella egészen biztos, hogy tudja, ugyanis többször beszéltünk úgy erről és rólunk, de hát ő valószínű, hogy másképp gondolta mindig is, mint ahogy én. Úgyhogy hát ezt így a részéről rövidre zárta, de nem is akarok erről többet beszélni, mert rossz ez így. Igen, azt érzem, hogy most már jutottam odáig, hogy tovább tudok lépni. Hát így, hogy látom ezzel a focistával őket, és együtt, és látom, hogy szerelmes Rella, muszáj tovább lépnem. Tehát eljött az idő, hogy ezt fel kell dolgoznom, és más lány után kell néznem. Úgyhogy most nézek is más lány után. És milyen lány után fogsz most nézni? Mi az eseted? Hát az esetem az Ripley Zsuzsi, magasan. Úgyhogy megpróbálom őt meghódítani. De amúgy jöhet Csistu Zsuzsától elkezdve. Te is Zsuzsi vagy? Így van, én is Zsuzsi. Hát akkor úgy mondom, hogy mindegy, hogy ki lesz. Fárad akarod már egy kicsit? Nem. Mindegy, hogy ki lesz, csak Zsuzsi legyen.